A Szaveria Történelmi Karnevál Közép-Európa egyik legnagyobb historikus fesztiválja. A történelmi játékokat több éves szünet után a millennium évében rendezték meg újra. Az esemény évről évre közel százezer látogatót vonz. A rendezvény szervezéséért eddig egy közalapítvány felelt. Szent Márton születésének 1700. évfordulójára nagyszabású programsorozattal készül a város. Ezt egy önálló programiroda fogja össze az önkormányzatnál. Eközben az Egyéb turisztikai rendezvények gazdája a város többségi tulajdonában álló turisztikai cég az átszervezést követően ezentúl valamennyi feladatot a Szavária Turizmus Nonprofit Kft látja el. Voltak olyanok, akik dolgoztak mind a három területen, most ezt a munkát is jobban össze tudjuk fogni. Városmarketing szempontból is jobb, hogyha ezek a rendezvények közösen jelennek meg, legyen az akár egy utazás kiállítás vagy akár egy prospektus, tehát mindenképpen fontos hogy ezek egységesen lépjenek fel a turisztikai piacon. A karnevál szombathely meghatározó rendezvény sorozata, de gazdasági lehetőségei eddig kihasználatlanok maradtak, vélik a Vas megyei Turizmus Szövetség tagjai, ezért támogatták a racionalizálást. Ez a város egy örömünnepe volt, mert mindenki igyekezett részt venni, még a buszsofőrök is be voltak költözve. Most ezt a jellegét teljesen elvesztette az utóbbi időben, tehát itt újra meg kell szólítani a helyeket, be kell vonni a helyi vállalkozásokat, és azt a tudást, azt a marketing és turisztikai tudást, ami a Szabályi Turizmus Nonprofit KFT-ben van. A szervezeti átalakítás csak részben jelent változást, hiszen mind a karnevál, mind az emlékév rendezésében számítanak az eddigi szervezők munkájára is. Az újjá alakult karneváli közalapítvány pedig vagyonával és szakmai tapasztalataival segíti a turisztikai szakemberek munkáját.